Szeptember közepe óta a koronavírus járvány miatt bekövetkezett heti halálesetek száma a 30-szorosára, a kórházban ápoltak száma a 15-szörösére, az egy hét alatt azonosított új fertőzöttek száma az 5-szörösére nőtt, de a kormány védekezés helyett saját igazságtalan világát építi tovább, mondja Tóth Bertalan. Vendégünk az MSZP társelnöke. Jó estét! Jó estét kívánok! Szurok András kollégám a parlamenti beszédéből idézett az imént. Tehetetlennek és alkalmatlannak nevezte a kormányt. A Tétényi Éva az imént pont arról beszélt, hogy nem ezt várja az ellenzéktől, hanem konstruktív javaslatokat, előremutató gondolatokat, valamit, amit a kormány be tud építeni a saját munkájába. Ma a gazdasági bizottságon három javaslatunkat szavazott le a fideszes többség. Az mi volt az a három? Ugye egyrészt a munkanélküli ellátások idejének és összegének megemelése, különböző munkaügyi javaslatainkat szavazta le, de mondhatnék egy csomó olyan javaslatot, amit megfogalmaztunk korábban. Ugye egyet megfogadott, 500 000 forintos egyszeri juttatást adott az egészségügyi dolgozóknak, de már a szociális ágazatban dolgozóknak nem adott. Ugye ebben a parlamenti felszólásban arra is tettem javaslatot, hogy kapjanak 100%-os táppénzt azok, akiknél megállapítják, és hogy Covid vírussal fertőzöttek, pozitív a tesztjük, és kiesnek a munkából, 10 napig karanténba kell vonulni, pedagógusok, szociális ágazatban dolgozók, de mindenki más, aki attól való félelme miatt nem biztos, hogy jelzi a tüneteket, nem biztos, hogy orvoshoz fordul, mert tudja, hogy a bérének csak a 60%-át kapja ebben az időszakban. Tehát azok, akik feltárják a saját állapotukat, őket tulajdonképpen ez a mostani szabályozás bünteti. Legalább ebben az átmeneti időben szükséges lenne, hogy 100%-os táppénzt kapjon. Ez is bekerült a bizottság elé? Ez nem, ez mai javaslat, ezt meg fogjuk fogalmazni, benyújtjuk, de eddig minden javaslatunkat lesöpörtek az asztalról, talán kivéve ezt az egyet, hogy 500 000 forintot kaptak. Az már ezért megírta az összes többit is. Bár ugye ott sem azt mondták, ez az MSZP javaslatára történt. Nagyon nehéz ilyen akaratos ellenszélben működni, tehát hogy igazából nem is az a fontos, hogy jó-e a javaslat, hanem az a fontos, hogy az ellenzéktől ne fogadhassuk el? Azért nehéz. Nem azért, mert nem fogadják el a javaslatokat, az sem egy kellemes érzés, hanem a másik oldalon pedig azt látjuk, hogy mennyi mindenre jut pénz. Űrkutatásra 1 milliárd forint. Mészáros Lőrinc cégének a megsegítésére több milliárd forint. Az melyik stadion, volt a miért? Ez még a nyári a turisztikai támogatásból 10-valány milliárd forint támogatást kapott, miközben 850 embernek fölmondott, hogy stadionépítésre van pénz, foci akadémiára továbbra is van pénz, tehát egy csomó olyan dologra költ el a kormányzat ebből a védekezési alapból, ami nem ezt a célt szolgálja. Nem kapnak megfelelő ellátást a munkanélkül maradt munkavállalók, nem kapnak megfelelő fizetést a szociális ágazatban dolgozók, a családtámogatási összegek, a családi pótlék, a gyásadját ugyanolyan összegű, mint 10 évvel ezelőtt. Ezeket a javaslatokat mi mindig megfogalmazunk, tehát nem igaz az állítás, hogy mi kígyót békát kiabálunk állandóan a kormányzatra, hanem megfogalmazzuk a javaslatainkat, amit mindig lesöpörnek. És mondom, az a legrosszabb érzése ebben, hogy azt látjuk, hogy mennyi minden teljesen, most legalábbis teljesen felesleges, általában is úgy mondom, hogy felesleges kiadásra költik el a közös pénzünket tulajdonképpen, és mennyi mindenre lenne szükség a védekezés szempontjából. Azt a furcsa paradoxont azt érti, hogyha ez ennyire látszik, ugye látszanak a költések, mert hát látszanak. Ugye most volt a friss hír, hogy 210 milliárd jut az atlétikai stadionra és környékére, vagy közel 210 milliárd, akkor ez miért nem okoz nagyobb felhördülést a választók körében? Hogy miért nincs ezzel szemben valami morgolódás, zúgolódás? Hát azért van mozgolódás, zúgolódás, tehát azért nagyon sokan nem értenek egyet ezzel a kormányzati politikával. Nő a számuk, úgy gondolja? Én úgy látom, és a közönkutatások is azt mutatják, hogy nő az elégedetlenek száma, hiszen most már a saját bőrükön tapasztalják azt, hogy egy az elmúlt években tapasztalható jövedelemnövekedés, ami minimálbér emelkedés, ami egy pici mozgásteret adott a családoknak, az most egyre jobban szűkül. Mondok egy példát, ugye persze valószínűleg ennek a kurzarbeit
támogatásnak is eredménye, de ugye évelején még közel 600 ezeren dolgoztak részmunkaidőben, most már több mint 900 ezeren dolgoznak részmunkaidőben, és most már nincsen Kurzarbeit, tehát megszűnt ez a támogatás, tehát nagyon sokan jövedelemtől esnek el. Ugye legutóbb itt voltunk a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökével, elmondtuk azt, hogy nem kapnak túlórapénzt, nem kapnak műszakpótlékot a munkavállalók ott, ahol a rugalmas munkaidő keretet vezetik be, hogy most, amit nem dolgoznak, később ledolgozzák, vagy fordítva, tehát jövedelemtől esnek el a családok, és ahelyett, hogy a kormányzat ezt a jövedelmet pótolná, vagy segíteni a családokat, ilyen felesleges kiadásokra költ, és ha már azt mondja a miniszterelnök, hogy áprilisra legyőzzük a vírust, ugye, ezt a kijelentést tette, meg lesz az oltóanyag, le fogjuk győzni ezt a vírust. Hát akkor kiszámoljuk, hogy ebbe a fél évben nem kéne segíteni a magyar családoknak. Például az, amit hányszor elmondtam ebben a stúdióban is, hogy csökkentsék az energia árakat, hiszen most megint történelmi mélyponton van az olajára, az elnökválasztás miatt is, más okok miatt is, de még mindig a magyar családok ugyanannyit fizetnek, miközben az állam olcsóban szerzi be. Tehát ilyen, tehát legalább ebben az átmeneti időben mi azt mondjuk, hogy segíteni kell a nyugdíjasoknak, segíteni kell a munkavállalóknak, és azoknak is, akik elveszítik most a munkát. Ön úgy gondolja, hogy a kormányzat rosszul védekezik a járvánnyal szemben? A mostani elmúlt időszakban milyen mondatokat hallunk a kormánytól. Ugye eddig azt mondták, hogy mekkora sikertörténet volt a kormány járványkezelése. Az utóbbi napokban elkezdtük azokat a hangokat hallani, hogy hát tulajdonképpen az emberek tehetnek arról, hogy a járvány ennyire terjed, mert nem használják a maszkot, és nem tartják be a szabályokat, és szigorúan meg kell őket büntetni. Most a miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy most majd még nagyobb szigor következik. Ugye majd bezárják azokat a vendéglátóhelyeket, ahol nem viselnek maszkot. A stadionokat is be fogják zárni, ahol a szurkolók nem viselnek maszkot. Nem csak a büféjüket. Csak a büféjüket. A másik dolog, meg hogy az elmúlt 2-3 napban, és ma is a parlamentben, megint mi vagyunk a hibásak. Az ellenzék a hibás, a baloldal a hibás, mi vagyunk azok, akik gáncsoskodnak. Na ez az, ami miatt gyanakodni kell, hogy nagyon nagy baj lehet, tehát amikor már az emberek lesznek felelősek, az ellenzék lesz felelős, miközben a kormány a teljes felszerelés birtokában van. Mit tenne? Most a stadionokon túl persze tömegrendezvények, stadionok, koncertek. Mit kellene lépni most? Ugye azt mondja a miniszterelnök, hogy Ausztria mi laboratóriumunk, meg de nézzük, hogy Németországon mi történik. Mit mondott a német kancellár? Korlátozásokat vezetünk be a vendéglátásba szórakozó helyeken, és mellette nem tudom, ami 10 milliárd eurót alapot hozott létre, amivel segíti azokat a vállalkozásokat, akiknek kiesik a bevétele, vagy el kéne bocsátani a alkalmazottakat. Tehát mindig azt nézzük, hogy bármilyen korlátozó intézkedést hoz meg a kormány, annak a társadalmi gazdasági hatásaiban hogy ad segítséget a vállalkozásoknak, az embereknek, a nyugdíjasoknak, a munkavállalóknak. Ha én tennék korlátozó intézkedést, biztos, hogy mellé tenném, hogy hogyan segítjük azokat, akik emiatt a korlátozás miatt hátrány szenvednek. Na, egy utolsó másik téma a következő pár percre. A Publikus felmérése szerint az MSZP és a Párbeszéd szavazói közül minden harmadik úgy látja, hogy el kellene indulniuk önállóan 2022-ben. Van a fejében egy ilyen forgatókönyv? Nincs a fejemben. Most lebeszéli a szavazóit erről. Nincs a fejemben ilyen gondolat. Egyrészt a kongresszusunk egyértelmű döntést hozott ebben, és az egyetlen úgy az ellenzéki együttműködés, és ebben a Magyar Szocialista Párt szerepe pártelnökként, társelnökként, ez az egyik legfontosabb. Azok a baloldali értékek, szociáldemokrata pontok, amikről most is beszélgettünk, mi ezt nagyon szeretnénk viszont látni egy választási programban, és majd egy kormányprogramban is. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.